terepszemlén a tanya gondnok a vásárosnaményi perényi tanyán. Kis András minden nap megfordul a városnak ezen a részén és segíti az itt élőket. Az idősebbeknek gyógyszert irat fel, bevásárol és hivatalos ügyeik intézésében is segítséget nyújt. A tanyagodnoki szolgáltatást fontosnak tartja a vásárosnaményi önkormányzat, mert hogy a településnek ezen a külső részén több mint 200-an laknak. A tanyagodnoki szolgálattal egyfajta köldögzsinórként működünk, tehát összekötjük a, a, városi élet mindennapjait, a tanyán élők mindennapjaival, hogyha kell, akkor a bejutásokat is segítjük a meglévő buszunkkal, illetve olyan programokat is kiviszünk a, a tanyára, amelyek ezen szolgálat nélkül nem működhetnének. A tanyagodnoki szolgálat fejlesztésére közel 1,8 millió forintot fordíthatnak vásáros A tanyák vagyon pedig térfigyelő kamerák telepítésével biztosíthatják, amire 4,4 millió forintot nyert a város az idei tanyafejlesztési programban. Nagyon szeretnénk azt, hogyha a tanyákon ezáltal meg tudnánk előzni a lopásokat, az illegális megjelenéseket. Ezáltal látnánk, hogy esetleg idegen arcok tűnnek föl a város külső részén a Perényi tanyán. Épp ezért ennek a kilenc kamerának, amelyet nyertünk tartozékaival, tehát oszlopokkal, hálózatképítéssel, számítógépes háttérrel, bízom benne, hogy preventív szerepe lesz majd. A nyertesek megkezdhetik a megvalósítást, beszerzést, illetve a beruházásokat, nem kell, hogy megvárják a szerződéskötést. 2017. áprilisig be kell fejezni a programot. 2011-ben indult a tanyafejlesztési program kizárólag hazai forrásból, azóta több mint 8 milliárd forint jutott nem csak szolgáltatásfejlesztésre, hanem tanyagazdaságok támogatására is. Idén 725 millió forintos keretösszeggel hirdette meg a pályázatot a minisztérium. Az Európai Uniós pályázati rendszernél jóval egyszerűbb adminisztrációs rendszerben bonyolítjuk le. A terület az hasonló mint az elmúlt években, tehát hat alföldi megyéből lehet pályázatot, lehetett pályázatot benyújtani, illetve Pest megye délkeleti járásaiból, összesen 724 településről. 2011 óta a hat kiírás során közel 1700 pályázat részesült pozitív támogatási döntésben, több mint 8,1 milliárd forint értékben. A tanyán élő gazdálkodnak, itt a Perényi részen is vannak almáskertek és szántóföldi növénytermesztéssel is foglalkoznak. Egyébként az idei tanyafejlesztési programban 200 millió forintot nyújtottak a gazdaságok számára is. A pályázatot jövőre is kiírják, a jelenlegi 730 milliós keretet emelhetik is.